Korábban sokat panaszkodott Máté szerelmének derékfájásaira, Bernie először nem vette komolyan, aztán kiderült, hogy nem lódított. Végül is tényleg a Krisztina utáni első alkalommal olyan vidáman hívott fel, hogy olyan jó volt itt, hát mondom, mit csináltatok ti itt? De nagyon örülök neki, hogy nem fáj neki a dereka már. Azaz, feszítsd a farizmot. Fájdalmat. Egy picit meg tudod mutatni nekem, hogy hol? Itt. Itt, ezen a részen. Vajon Halász Máté is gyógyító kezekkel rendelkezik? Hát ez nem bizonyosodott be. Milyen ez a szakasz? Fáj egy kicsit. Itt? Ez a rész? Ha már tettekkel nem is, legalább szavakkal megcsillanthatná szakmai hozzáértését. Én adom neki az energiát. Most azt kérem, hogy teljesen lazítsd el. Ez nem túl látványos, hiszen inkább ő érzi azt, hogy én mélyen belenyúlok az izomba. Ilyenkor az izmot szinte rostjaira választom szét, és egyesével nézem végig, hogy hol lehet esetleges triggerpont benne. Érzed? Igen. Bocsánat. Ilyenkor, ha megtalálunk egy pontot, akkor általában azt a pontot, ponton ott tartjuk a kezünket, és azt várjuk, hogy az oldódjon. A manuálterápia egyébként komolyan érdekli Mátét, így ki tudja. Egyszer még lehet, hogy hozzájár kedvese kezelgetésekre? Akarom mondani, kezelésekre? Amit a Krisztina csinál, az ugye mélyre ható nagyon, és ugye a felszíni izmok... Bocsánat, igen. Azok nagyon feszesek, és neki pont a mélyebb dolgokhoz kell eljutnia. Igen. És az nagyon fájdalmas odáig lejutni. A megerőltető feladatok mellett minden esetre ott jártunkkor, a rekeszizmok sem maradtak tétlenek. Csak annyit kérek, hogy húzd be hashoz a két térdedet, húzd föl. Azaz. Még egy picit, nagyon jó, és... Köszönöm. És hogy röhög? Nem bírom megmozgatni. Mit fogunk vacsorázni, életem? Amit főzött. Persze nem csak kezelésekre és gyógytornákra járnak kéz a kézben, hanem például szívesen sétálgatnak a Dunaparton is. Gyors kérdés, gyors válasz. Halljuk, mióta alkotnak egy párt? 4 éve. Húha, nagy az összhang. 2008-ban még Jezolóban egy főiskolás világbajnokságon találkoztak először, és azonnal egymásba habarodtak. Hát én megláttam, és azt mondtam, hogy hát egész jól néz ki, de aztán, mivel párkapcsolatban voltam, így én nem léptem semmit, meg hát eleve ő a férfi, úgyhogy megvártam, míg lép, és hál' Isten lépett. Költői kérdés, de mégis mi fogta meg Mátét Berni kapcsán? Nem egy csúnya leányzó. Köszönöm. Úgyhogy nagyon csinos. Egyelőre távkapcsolatban élnek, így minden együtt töltött perc ajándék számukra. De mit hozhat a jövő? Házasság, gyerekek? Most egyelőre még szeretnék az aktív sportot. A Berni se akarja feladni, meg én se akarom egyelőre.